A Szécsényi Országos Műszaki és Közismereti Versenyt Magyarországi Műszaki-Ipari Technikumban tanuló diákok számára hirdette meg a Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Technikum. A négyfős csapatok az első fordulóban egy műszaki-közismereti kérdésekből összeállított online tesztet kellett kitölteniük. Ebből a fordulóból az országból a legjobb hat csapat jutott be a döntőbe. Összességében 50-es nagyságrendben történt jelentkezés a versenyre. Egy olyan online fordulót tartottunk, amiben tudománytörténeti kérdések voltak. Így próbáltuk a műszaki tudományokat a közismereti történelem és irodalom tárgykörébe vonni, és ezt követően hat csapatot hívtunk a holnapi döntőbe, ahol pedig nagyon érdekes feladatokat és komoly fejtörést okozó projektfeladatokat kell meg is meg megcsinálniuk, vagy végrehajtaniuk. A kétnapos versenyre érkezett csapatok csütörtök késő délután a városházán jártak, ahol Mészáros Attila a polgármester köszöntötte őket. A díszteremben tartott találkozón az apolgármester mesélt a város több mint ezer éves történelméről és az ország fejlődésében betöltött szerepéről. Mint elhangzott, a fehérvári vállalkozásoknak köszönhetően napjainkban meghatározó gazdasági és innovációs központ fehérvár, ahol országos viszonylatban is példaértékű a duális képzés, valamint a közép- és felsőfokú műszaki oktatás fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos a városban a műszaki képzés már középfokon is. A Széchenyi Műszaki Technikum, a szakképzési centrum zászlós helyő, hiszen több mint 1100 diák jár, és nagyon fontos képzések, ki, képzések ki lehetőségek vannak ebben az intézményben. A duális rendszerben is nagyon fontos szerepet tölt be, és hát nyilván az Óbud Egyetem közelsége miatt pedig már olyan közös képzések is elindultak, mint az okleveles technikus képzés már több szakon is, ami pedig egyfajta belépő a az egyetemre. A Városházi Sétához csatlakozott Cserpalkovics András polgármester is. A vendégekkel közösen nézték meg a koronázási ékszerek hiteles másolatát és az 1938-as fehérvári eseményeket megörökítő szekkót. A városvezető mindenkinek jó és eredményes versenyzést kívánt, valamint Székesfehérvár városának megismerésére biztatott.